Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Hogy rohan az idő, és már itt van év vége, hamarosan indul az új esztendő. Ez egy átmeneti időszak, nagyon varázslatos és misztikus. Úgy szokták mondani, ezeken a napokon a szellemek uralkodnak. Persze vannak jó szellemek, és vannak rossz szellemek is. Én ezeken a napokon szertartásokat tartok, hogy elüldözzük a rossz szellemeket, és hogy szerencsénk legyen jövő évben. Én karácsonykor indítok, tehát december 25-én a szertartások eltartanak január 5-éig. Minden nap kihat egy hónapra. December 25-e kihat január hónapra. December 26-a kihat február hónapra, és így tovább. Tehát minden szertartás szerencsét hoz egy bizonyos hónapra. Azon kívül minden szertartásnál, tehát minden napon van egy más téma, ami érint bennünket, kihat az életünkre, kihat a sors utunkra, és ezeknél a témáknál a szertartás szintén szerencsét hoz. Feljelölheted magadat e-mailen keresztül ezekre a szertartásokra. A díjam szertartásonként 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy melyik napon, melyik hónap hat, és melyik témák hatnak ki ránk. Ezek a titokzatos napok kihatnak jövő évre. Minden éjszaka, különösen a szertartások segítenek abban, hogy kialakítsunk valamit, amit jövőre elérni szeretnénk, hogy meglegyenek a tervek, az álmok, a vágyak, és hogy ezek az álmok megvalósuljanak. Minden nap kihat egy bizonyos hónapra. Ahogy ezt a napot átéljük, ez nem véletlen, hiszen ezt az energiát átvisszük jövő évre. Kihat arra a hónapra, amihez tartozik. Persze kihat bizonyos témákra is. December 28-án. Ahogy ezt a napot átéljük, átvisszük jövő év áprilisára. Ezen a napon tartok egy szertartást, és az óv bennünket külső támadásoktól, segít abban, hogy legyen egy új irány, egy új kezdet, hogy meglegyen a hit abban, hogy minden úgy fog megvalósulni, ahogy mi ezt tervezzük. Ad számunkra életerőt, hogy bebizonyítsuk magunkat különböző helyzetekben, és hogy áttegyük magunkat a félelmeken. Amiben még ez a szertartás segít, hogy győzzünk az ellenségeink felett. Mint mindig, ennek a szertartásnak is van gyógyító hatása, mégpedig segít fejfájásoknál, vagy a vérképzésben. Ami erőt ad számunkra, ez az energia, ez az életerő és a győzelem. Ebben tudok nektek segíteni. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!